Kívülről is jól látszik, ráfér a felújítása a szekszárdi Vörösmarty utcai épületre. Felnőtt házi orvosi ügyelet működött itt hosszú éveken keresztül, hamarosan pedig ide költözik véglegesen két állandó praxis. Így tovább fejlődik a Tolnai Vármegye székely alapegészségügyi ellátási rendszere, a beruházás 200 millió forintos pályázati támogatás segítségével valósul meg. Ebbe az orvosi rendelőbe két orvos fog rendelni, a dr. Bálint Orsolya és a dr. Pap Zoltán. A dr. Pap Zoltán jelenleg az Ibli Miklós utcában van az ügyeleti központban, a dr. Bálint Orsolya az pedig a Kadarka lakótelepen lévő orvosi rendelőbe, ami hát már a hosszú idő óta problémát okoz. Gyakorlatilag az az orvosi rendelő egy orvosnak, alkalmas egy orvosnak megfelelő. A munkálatok már hétfőn elkezdődnek, és nagyjából 6 hónap alatt be is fejeződnek. A beruházást az önkormányzati tulajdonú szekszárdi távfőszolgáltató irányítja majd. Az ő szakembereik kezdik a feladatokat elvégezni, majd további cégek bevonásával folytatódik a fejlesztés. Bontással kezdünk, minden fűtés, vizet, villanyt, válaszfalakat, pajzatot fölbontunk, és amire ez megtörténik, de körülbelül kiválasszuk az alvállalkozókat is, és akkor kezdődhet a tényleges építési munka. Nagyon kevés időnk van rá, igyekünk határidőre elvégezni a munkát. Ez szeptember 30. A beruházás részeként a válaszfalak legnagyobb részét kibontják, mások mellett az épület részben új hőszivattyús fűtési rendszert is kialakítanak, valamint szigetelik a falakat.